Közel 1.200.000 méhcsalád volt 2019-ben Magyarországon. Ez a szám idén a korábbinál kisebb mértékben, de csökkent. Az elmúlt hónapok csapadékos időjárása miatt azonban a megmaradtak is sokkal nehezebben fejlődtek. Nagyon kevés volt ugyanis a természetes külső nektárhordás. A napraforgó mezők hirtelen kezdtek fejlődni, másfél-két hét alatt elvirágzott minden napraforgó. Ez idő alatt is változó volt az időjárás, pedig a napraforgó méz hordásához stabil 27 fok körüli hőmérsékletre lenne szükség. Sok helyen traktorral sem tudták megközelíteni a mezőket a gazdák. Voltak olyan napraforgó táblák, ami is kihasználatlanul, végül is a méhész nem tudott megközelíteni, vagyis azokra vándorolni se lehetett. A rövid napraforgó miatt és a teljes időjárás miatt napraforgóból is, mint az akázból, talán ha egyharmada napraforgóból is, talán ha fele annyi mézünk termett, mint a korábbi években volt jellemző. Jó hír, hogy idén tavasszal bár lassú volt a hordás, de azt folyamatosan tudták biztosítani a méhészek, ehhez serkentő etetést kellett alkalmazni. A napraforgó és az akác nem adott elegendő nektárt, sőt, a vaddohány is kevés volt. Ezért a méhészek munkája is kellett ahhoz, hogy erős maradjon az állomány és jó telelésre számíthassanak. A nehézségeket a fogyasztók az árakban tapasztalhatják majd meg. Azért egyértelműen halljuk meg, mi főleg érezzük, hogy fele, vagy még egyharmada annyi méz termet, mint a korábbi években. Sajnos a hazai piac mondjuk úgy, hogy igazából nem tudja ezt a árkülönbözetet megfizetni. A nemzetközi piacban történtek változások, előrelépések, hát az akár egy durván 30%-os áremelkedésen ment keresztül, na de hát hiába emeljük az olyannak az árát, ami nincs. Én így szoktam mondani, hogy igazából exportra való méz nem nagyon van a méhészeknél. Mindenki megpróbálja Magyarországon eladni a mézet. Én azt mondom, hogy egy 10-20%-os emelkedés, amit sikerül realizálnunk. A szakember hozzátette, az áremeléssel nem tudják a kiesett jövedelmet pótolni. Július végéig idén már másodszor kapták a méhcsaládonkénti 1000 forintos de minimis támogatást a méhészek. Ennek kihasználtsága körülbelül 80%-os volt. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében közel 2000 méhész dolgozik 60 méhcsaládos átlagállománnyal. A nagy részük igénybe vette a támogatást.